Sziasztok! Ebeni 92 vagyok, és ebben az epizódban, mint azt sejthetitek, illetve fogalmatok sem lehet arról, hogy miről fog dumálni, mert ez egy improvizációs epizód, amelyben én sem tudom, hogy miről fogok beszélni. Ergo, mit csináltam ma? Felkeltem. Ezután mi történt? A szokásos átlagos menet, de még mielőtt ez megtörtént volna, fogtam magam, kimentem a garázsba, és szereltük tovább a kameraállványt, ami immáron már egész jól halad. Na jó, ez azért túlzás. Jelen pillanatban úgy áll a kameraállványzatunk, hogy ugye rajta van a két tartókonzol, az alapváz, azon már van a merevítésnek 70-80%-a, mert még plusz merevítésekre szorul. Annak érdekében, hogy a nagy súlyat ne halljon meg, mert nagyon hosszú lett. Hosszabb, mint gondoltam. És nehezebb is. Megemelni is nehéz. Tehát nehéz monstrumról lesz szó. Nem lesz ilyen kis könnyű, kis kompakt, hogy ide-oda viszem, stb. Nem. De nagyon jó jeleneteket fogunk tudni vele készíteni, hiszen nagyon magasba föl tud menni a kamera, és közben végig a talajra fókuszál, és lágyan süllyed majd alá. Eszméletlen filmes lesz, nagyon jó lesz. Csak ugye a merevítésekre van most szükség. Hogy tartunk vele? Még kell a talpazat. A talpazat egy ilyen csuklót, nem hiszem, hogy ezt a teket igazából érdekel. Gondolom többeteket érdekel Mr. Zacsi. Mr. Zacsi, hol vagy? Most elbújt. Mr. Zacsi a rajzfilmünk, ami folyamatosan készül. Nem kell azt gondolni, hogy most nagy évbe toljunk rá. De nagy évbe toljunk rá egy rövid időre, mert egyszerűen kiégtek a rajzfilm reléink, és most hát nekiálltunk ennek a kameraállványzatnak, és ezt mindenképpen be kell fejeznünk, tehát ja. Na, Mr. Zacsi. Egyébként nem is tudom, melyik volt. Ja igen, megvan az utolsó jelenet, a tengerparti jelenet, ahol Mr. Zacsi, láthatjátok, elég jól érzi magát. Most ugye nemrég készült ez a zombis filmünk, a túlélők. Ehhez készül a kameraállvány, mert ehhez még akarunk majd folytatást. Még igazából jobbat akarok, tehát akarok bele effekteket, de nem olyan effekteket, ahogy azokat. Most itt YouTube-on beírjátok, hogy mit tudom én, headshot effekt, after effect, meg ilyen baromságok, és akkor ott egy pisztoly, puff, kilocsan az agya, és akkor elfölcsön a vér. Nem ilyeneket akarunk, hanem... Tehát nem akarok túlzásba vinni. Kevés effekt kell, de azokat nagyon jól. Nem akarom túlzásba vinni, hogy mondjuk 6000 liter vér kifröccsen, vagy hogy mondjuk akkor a torkolattüze van a kis pisztolynak, mint egy forgótáras gépágyúnak, amit éppen a Pearl Harbor-i atomtenger alatt járóról szereltek le, hanem tényleg egy kis finom kis pik-puk-pik-puk apró effektek, de élethűek. Élethűek legyenek. Ez fontos. Valamint valószínűleg a film szinte teljes egészében utószinkronizálva lesz és utóhang effektelve, mivel a kameráknak a mikrofonja nem olyan minőségű, hogy az méltó legyen egy filmhez. Nem akarunk hosszú részeket csinálni. Rövideket, de jókat. Most például így építés közben, mikor kerestünk alkatrészeket a kameraállványzathoz, akkor találtunk olyan helyeket, amik nagyon jók lesznek következő epizódokba, üldözéses jelenethez, vagy harcolós jelenethez, menekülés, szóval ilyesmi. Illetve gyönyörű tájakat találtunk. Képzeljétek el egy ilyen magas gabonamező
tehát ilyen gabonával, magas fűvel, sárgára festett magas fűvel, amit már a nap már kiszárított, egy olyan, hát egy olyan térdig, derékig, combig közötte lévő magas szárú fűvel, képzeljétek el egy mezőt. Ez eddig gyönyörű. Megy le a nap. Ez is gyönyörű. De mitől lesz jó az a helyszín? Hát attól lesz jó, hogy annak ellenére, hogy még ezek a dolgok benne vannak, amiket az előbb felsoroltam, még megvan extrázva az egész annyival, hogy a helyszín egy dombtető, ami aztán szépen lejt lefelé. Tehát, fent a dombtetőn a kamera. Képzeljük magunk elé a jelenetet. Én legalábbis most ezt próbálom. Magam elé képzelem a jelenetet, ahogy a dombtetőn van a kamera. Tegyük fel mondjuk talaj közeli magasságban, néhány centire a talajtól. Ne ugass, kutya. Remélem nem hallatszik bele a felvételbe, de itt kint ugatnak a kutyák. Tehát néhány centire van a talajtól a kamera, és zombi hangok, és futás hangok, és menekülés hangok. És a kamera szépen a nap lementében, vagy felkeltében, de lementét ezt egyszerűbb lefilmezni, az nem kell korán kelni. Tehát a nap lementében... Ne ugassatok, légy szíves! A nap lementében elkezd a kamera gyönyörűen emelkedni az új kameraállványunkkal, aminek köszönhetően 3-4 méter magasba olyan lazán fog felemelkedni, mint hogyha lebegne. És ez lesz a lényege. Emelkedik közben a kamera, és a domb alól, ahogy a kontrasztjában a napfény jön, bukkannak elő a menekülő emberek. És hátuk mögött a zombikkal. Eszméletlen jelenet, nagyon filmes. Ezt már elképzeltük. Valamint azért még van még ott pár kiaknázatlan terület. Mindenképpen kell majd speciális effekteket beletenni a filmbe, de tényleg nem akarok abba a hibába, hogy esni, hogy túlzásba esek, vagy túl nagy kihívás elé állítom az ilyenfajta tudásomat, vagy a számítógépemet, mert akkor könnyen odáig juthat a dolog, hogy itt a sok amatőr ilyen filmnél, ahol így szeretik belepakolni a lövöldözés, meg mit tudom, milyen effekteket, hogy annyi lesz belőle, és úgy el vannak túlozva, hogy nagyon látszik, hogy nem ott van, nagyon látszik, hogy ez meg se történik, és csak egy utóeffekt, és ebben nem szeretnék belesni. Csak apró, finom, és ritkán, rövid jelenetik megjelenő ilyen speciális effektek. Teszem azt például. Fut egy zombi. Mondjuk fix a kameraállás. Ez most csak egy példa. Fut a zombi, fix a kameraállás. Kétszer fölvesszük a jelenetet. Egyszer úgy, hogy elfut benne a zombi, egyszer pedig úgy, hogy nincsen ott semmi. És a két jelenetet egymásra vágva, az egyikből, amikor mondjuk a levegőben lévősnél levágom a zombinak a fejét, vagy azon a jeleneten, amin a zombi van, tehát ott levágom mondjuk a zombi fejét, akkor ott csinálok egy maszkot, és azt szépen meganimálom, ahogy elrepül a francba. De ezt nem szabad túlzásba vinni. Nagyon oda kell figyelni, mert ez könnyen elsőre tud, hogy egy ilyen nagyon látszólagos amatőrséget kölcsönöz a filmnek. Tehát eddig ezért nem is nagyon voltak benne speciális effektek. Az ilyen kifolyó vér is igazi trutyiból volt. Hát az életünk. De lövöldét biztos szeretnék. Nem túl sokat, csak néha-néha muszáj ezért fejbe lőni egy-egy zombit, hát nem. Csipázom a zombikat. Walking Dead. Na tehát köszönöm nektek a megtekintést, jó éjszakát, sziasztok!